azt mondják, hogy mindennek megvan az ára, és talán minél fiatalabb az ember, annál inkább úgy gondolja, hogy ő hajlandó megfizetni ezt az árat. A probléma az, hogy a számla általában később érkezik, és az az a pillanat, amikor a legtöbben észbe kapnak és rájönnek arra, hogy nem lehet fizetés nélkül távozni. Az ellenség az évezredek során tökére fejlesztette ezt a képességét, hogy megtévessze a világot. Nyilván az sem véletlen, hogy az írásokban általában kígyóként utalnak rá. Egy nagy hiba lenne alábecsülni ennek a karakternek a jelentőségét, különösen akkor, mikor az ember rájön arra, hogy a teremtő Ádám és Éva mellett ez az első szereplő, aki megjelenik az írásokban. Van még egy érdekesség egyébként vele kapcsolatban, az pedig az, hogy ne hás, héberül ugye kígyó, azonban a szó alapjelentése nem ez. A jelentése fütyül, sziszeg, piszeg, vagy pedig sisterek. Varázsol, mágiát űz, jósol, jövendőt mond, előjeleket, ómeneket vizsgál. Vagy felbiztat, felpiszkál, nógat valakit. A Gesinius lexikon azt írja, hogy mágiát űz, vagy pedig varázsol, jósol, jövendőt mond, előjelnek, ómennek vesz valamit. Még villám gyorsan csak annyit erről a kifejezésről, hogy három karakterből áll, az egyik a nun, ami az életet jelképezi, a másik, ami az imádatot, ez a hely, és a harmadik pedig a sin, ami pusztulást jelent. Na tehát az élet kinyilatkoztatásának az elpusztítója, de érdekesebb az, hogy ha kívülről haladunk befelé, ugyanis akkor megtaláljuk az életet, a pusztulást és a kinyilatkoztatást. A kígyó az a karakter, aki egy választási helyzet elé állítja az embert, illetve hát a teremtő felhasználja erre, és a kinyilatkoztatás alapján, hogy ki melyiknek hisz, eldönti, hogy az életet vagy pedig a pusztulást választja. Az ő stratégiája az év ezredek során nem változott semmit. A hazugság az, ami alapvetően meghatározza azt a módszert, azokat a taktikákat és magát a stratégiát, amelyet ő használ. Ezért mondtam el már többször, hogy amennyiben valaki nem ismeri a valóságot, nem tud olyan döntés hozni, amelynek segítségével az élethez eljut, hiszen a kinyilatkoztatást nem ismeri meg. Az élet és a pusztulás közötti különbség az, hogy valaki melyik kinyilatkoztatásra hallgat. Gondolkodott már valaki azon ezek tükrében, hogy miért is a kígyó lett az ellenség egyik szimbóluma? A kígyó egy érdekes állat. Időről időre levedli a bőrét és megújul. Ugyanúgy, ahogyan a mitológiai fénix madár. Ugyanolyan lesz, azonban a bőrét mégis levetés az új. Mint ahogyan az ellenség az ő hazugságaival. A hazugság mindig ugyanaz, csak másfajta köntösbe van öltöztetve, ahogyan a korok haladnak előre. De a legnyilvánvalóbb tulajdonsága talán az, hogy a mérge segítségével öli meg az áldozatát. A kígyónak nem kell harcolnia az áldozatával, csak egyszerűen lesben áll. És kivárja a megfelelő pillanatot, amikor a mérgét bele tudja fecskendezni az áldozatába, és utána hagyja, hogy az elvégezze a munkát. Ugyanúgy, ahogy a hazugság beszivárog az ember elméjébe, és aztán átjárja az egész szervezetét és az egész lényét, és szép lassan eltereli a helyes útra. Mint egy méreg szétárad az emberben a hazugság, ugyanúgy, ahogy szétárad ezen a világon, és utána ahogyan a kígyó mérge megbénítja az idegrendszert, vagy az adott szervrendszer, a hazugság is megbénítja az embernek az elmét, a legfontosabb szervét, ugyanúgy, ahogyan a fizikális méreg leállítja ezeket a szerveket, halát okozván, a hazugság is egyfajta spirituális méregként leállítja az ember elmét, hiszen nem képes tovább helyes döntéseket hozni, mivel helyes döntés nem lehet, csak a valóság és az igazság ismeretében hozni. Így az ember a méreg hatására vagy a hazugság hatására átalakul egy másik lényi. Erről szól maga a film Venom, ugyanúgy, ahogyan Eminem száma Venom. Meg fogom mutatni, hogy pontosan mi az, amit mond, de arról beszél, ahogyan ebben az esetben a zene hatására az ember átalakul egy másik emberré de egyébként a hazugság az, ami alapvetően megváltoztatja az embereket. Az, amit a világból érzékelünk, megváltoztatja az elménket. Úgyhogy én óvatosságra intenék mindenkit, hogy mi az, ami filmeket megnéz, vagy sorozatokat, vagy milyen zenét hallgat, milyen koncertre jár, milyen képeket nézege, milyen újságokat, vagy milyen könyveket olvas. Mert e világ királya, az ellenség, a kígyó, Számtalan formában el tudja juttatni a mérgét az elménkbe, és erre felhasználja a világot. Ezért néz ki úgy a világ, ahogyan kinéz. Az emberek megbolondultak, és az egész világ a feje állt azért, mert ez a méreg, a hazugság átjárja az egész világot, és az emberek ebben élnek, így átalakítja az elméket úgy, ahogyan a kígyó mérge elpusztítja az áldozatot. Mielőtt megnézzük ezt a zeneszámot, nézzünk meg néhány dolgot az előadóról, Eminemről. Az világos gondolom, hogy Eminem az egy fantázia név, egyébként az előadó eredeti nevéből ered, ami Marsha Bruce Mathers. Egyébként maga a kifejezés Eminem, két darab M betű, M and M, angolul M és M összeadásával jön létre. M egyébként egy hármas, hogyha oldalra fordítjuk, ezért választották többek között ezt, 33. Ahogy tehát mondtam korábban, Eminem eredeti neve Marshall Bruce Mathers három, ugyanis a harmadik gondolom ezzel a névvel a családban. 1972-ben született október 17-én. A zenei irányzat, amelyet Eminem képvisel, természetesen az úgynevezett rap. Néhány dolgot hagyd mutassak meg a rappel kapcsolatban. Ez encyclopedia.com, és ugye ez a rap bejegyzés. Ezen az oldalon megtalálhatjuk a rap elsődleges definícióját. Ez szerint a rep maga az gyors, ritmikus, élénk és büszke, vagy pedig hivalkodó beszédforma, melynek segítségével emberek presztízsért vagy hírnévért vetekednek egymás között, illetve próbálják a közönséget a maguk oldalára állítani. Az előadó céljai elérésének érdekében gyakran használ feltételezéseket, emellett pedig kötekedő, gúnyolódó vagy akár sértő megjegyzéseket is. Néhány dolgot ezzel kapcsolatban az írásokban hagyolvassak fel azok számára, akiket érdekel, hogy mi az, amit ott találunk erről. Jahuának félelme a gonosznak gyűlölése, a kevéséget, azaz a büszkeséget, a felfúvalkodást és a gonosz utat és az álnok szájat gyűlölöm. De itt van még egy, ez is példabeszélek, ez 11-es fejezet második vers, az elbizakodottságnak, vagyis a büszkeségnek, a gőgnek gyalázata társa, a szerényeknél pedig bölcsesség lakik de csak hogy mennyire feje tetejére állt a világ, és azoknak, akiknek van ehhez értelme, ez egy újabb bizonyság, ez például beszélek 13-10, ahol kevésség tanyáz, ott csak veszekedés van, az alázatosoknál pedig bölcsesség lakik. Ha megpróbálunk visszaemlékezni a rep definíciójára, akkor látjuk azt, hogy ez maga a kevéségnek a kifejezése, sőt ez egy művészi szintre való emelése. Annak érdekében, hogy saját magunkkal Másokat lenyűgözzünk, illetve a saját nagyságunkat kifejezzük. Emellett feltételezéseket mondjunk el a partnerről, akiről reppelünk, azért, hogy gúnyolódjunk rajta, nevetségtárgyává tegyük, vagy pedig sértegessük. Ezért próbálom megmutatni az írásokat, hogy megértsék azok, akiknek van értelmük, hogy a világ az annak az ellentéte, ami le van írva, hiszen a világot a nagy kígyó uralja, és mindenki, aki a világot szereti, az az ő gyermeke lesz, hiszen az a méreg, ami árad a világból, az át fogja őt járni. Ezért írja azt, például szerzője, hogy ahol kevéség vagy büszkeség tanyázik, ott veszekedés van. Pontosan erről szól maga a rep, a büszkeség kifejezése és veszekedés generálása, azáltal, hogy gúnyolódunk, sértegetjük a másikat, és különböző feltételezéseket mondunk el róla. Mindez azért, hogy bizonyítsuk a saját nagyságunkat. A kevéség egyébként egy óriási probléma, hiszen a megromlás előtt, vagy a pusztulás előtt kevéség, vagy büszkeség, vagy gőg jár, és az eset előtt felfúvalkodottság, azaz a bukás előtt felfúvalkodottság. Ez az tehát, amiről maga, ez a zenei irányzat, amelyben Eminem tevékenykedik szó. A rap az gyakorlatilag a zenei megtestesülése mindannak, amit a teremtő útá. És egyben annak, amit a világ képvisel. Ez János első levele egyébként, a második fejezet, melyben azt mondja, hogy ne szeressétek a világot, sem azt, ami a világban van. Mert ha valaki szereti a világot, nincs meg benne az atya szeretete. Mivel minden, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és az élet kevésége. Tehát az írások is alátámasztják azt, hogy mindaz, amit Emi nem csinál, az gyakorlatilag a világot képviseli. Ezért népszerűsítik magát a rap zenét. A másik probléma ezzel, hogy rendkívül primitív maga az üzenet és az mód. Egyébként a zene nyelvezete is összeegyeztethetetlen azzal, amit a teremtő képvisel, illetve amit ő szeretne, hogy mi képviseljünk. A trágár beszél ugyanúgy, ahogyan a hazugság, úgy működik, mint egy méreg. Besivárog az ember elmébe, és szép, lassan megfertőzi azt, majd pedig tönkreteszi. Az, amit mondunk, nagy jelentőséggel bír, nem csak azért, mert mások azt hallgatják, és következtetéseket levonnak abból, hogy mi milyenek vagyunk, hanem a saját elménket kifejezi a világnak, és egyben vissza is hat arra. Alakítja a hallgató, és alakítja a beszélőnek az elméjét egyszerre. Az apostol Jakób ezt írja erről a levelében. Ima a lovaknak szájába zabolát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, és az ő egész testüket igazgatjuk. Ima a hajók is, noha mi nagyok és erős szelektől hajtatnak mindazáltal igen kis kormánytól odafordítatnak, ahová a kormányos szándék akarja. Ezenképpen a nyelv is, Kicsi tag, és nagy dolgokkal hányja magát. Íme csekély tűz, mi nagy erdőt felgyújt. Figyelmeztetvén arra, hogy amit az ember mond, az egy fontos dolog, és annak súlyos következményei vannak. Egyrészt, ugye az a befolyásoljuk a többi embert magunk körül, másrészt pedig eláruljuk, hogy mi az, ami a szívünkben van. Annak ellenére, hogy a nyelv az egy kicsiny szerv az emberben, mégis irányítja az ember sorsát, úgy, mint ahogy a zabola a lovak szájában van, annak érdekében, hogy engedelmeskedjenek nekünk, ahogyan igazgatjuk őket. Ha már a lovaknál tartunk egyébként, emi nem eredeti neve Marshall Bruce Mathers-ből, a Marshall annyit tesz, hogy a lovaknak az őrzője. Marshall egyébként egy frank szó, alapvetően latin eredetű, a mare, ló és a skakhoz szolga. Összetételből származik, jelentése pedig a lovak szolgája, vagy pedig a lovak szerelmese, vagy kedvelője. Szóval nem csak, hogy nem beszélhet akármilyen stílusban az ember, de nem is mondhat akármit, különösen nem akkor, amikor sok ember elé kiáll, hiszen ezzel befolyásolja azokat az embereket, gyakorlatilag felelőssé válik értük. Az, amit mond, mérekként bekúszik az emberek elmébe, vagy pedig gyógyszerként. Pontosan erre figyelmeztet példabeszédek is van olyan, aki beszél hasonlókat a törszúrásokhoz. Ha visszaemlékszünk, akkor a rep zenének pontosan ez volt a célja. Az, hogy gúnyolódjunk, csipkelődjünk egymással, vagy pedig megbántsuk azt, akiről szó van. De a bölcseknek nyelve orvosság kettőféleképpen szólhat az ember. Az egyik az egy törszúrás, a másik pedig orvosság, azaz gyógyít. Akkor Eminem Venom, vagyis méreg című száma vajon melyik kategóriába tartozik ezek közül, és ki az, aki valójában beszél Eminemen keresztül és szól hozzánk? Ki az, aki a szavait el akarja juttatni az emberek elméjébe, hogy aztán az egész testét és az egész működését annak az embernek átalakítsa szépen lassan? Vajon úgy néz ki ez a borító, és az, ahogyan szól hozzánk Eminem, mint hogyha az egy orvosság lenne, és azáltal az ember jobbá válna, amit hall, ha pedig nem, akkor minek hallgatják az emberek? Hogy lehetséges az egyáltalán, hogy egy világban ilyen és ehhez hasonló dalok slágerek lesznek? Milyen fajta világ az, ahol ez a sláger? Én nem azt akarom mondani, hogy én nem ilyen voltam korábban. Csak azt, hogy mikor a felismeréshez eljut az ember, akkor utána abszurd az, ami a világban történik. És ha egyszer megérti valaki azt, hogy mi is a világ tulajdonképpen, mi az, ami történik a világban, akkor egyértelmű lesz, és mindenhol látni fogja ezt. De nézzük meg a videóklipet, és nézzük meg annak a szövegét. A videó üzenete egyébként egészen egyszerű, és az pedig az, hogy a zene megfertőzi az embert, és azután az ember ezt a fertőzést továbbadja mindenkinek, akivel kapcsolatba kerül, ami tulajdonképpen az igazság. Ezért mondtam azt, hogy mindenki vigyázzon arra, hogy mi az, amit beenged az elméjébe az érzékszerveink keresztül. Mert az megfertőzi az elméjét, és aztán ő tovább fogja fertőzni az emberiséget. Mindazokat, akikkel kapcsolatba kerül azáltal, amit mond, és ahogyan viselkedik, ez átragad ragad a többiekre, azokra, akik körülveszik őt. És azért mondom azt is, hogy elmondják, mert tudják, hogy már mindegy, az emberiség nem tudja értelmezni azt, amit lát. Ahogyan kezdődik a klip, az utcán járókelő fiatalember megtalálja ezt a CD-t, ami ugye össze van törve, és azt található rajta, hogy revival az az újraéledés vagy feltámadás. Ennek a feltámadásnak az egyik legismertebb szimbóluma egyébként a főnix madár, ami periódikusan elpusztul, elég és a hamvaiból újra feltámad. Ugyanúgy, ahogy a nap teszi azt, minden nap végén, illetve a következő nap kezdetén, a saját poraiból újra feltámad. Hiszen az egész világ az égi testeket szolgálja tudatlanságában, ahhoz rendezik az életünket. Ez egy nagyszerű időszak arra, hogy ezt megértse mindenki, ugyanis december 21-22, ez a téli napforduló, amikor is a leghosszabb éjszakából elkezd a nappal hossza növekedni. Ez az, amit ünnepel a világ tudatlanságában. Szó so Invictus, azaz a legyőzhetetlen nap. Legyőzi az éjszakát, és elkezd növekedni a nappal hossza. Ez a karácsony ünnepe. Ha már azonban a venomnál, vagyis a méregnél tartunk, a kígyó szintén ugyanezt teszi időről időre, amikor is levedli a régi bőrét, és újjászületik az mindenki számára világos, hogy a kígyó az, ami termeli a mérget, legalábbis az egyik azon élőlények közül, ami mérget termel. A méreg egyébként biológiai szempontból minden olyan anyag, amely élő szervezete érintkezve abban károsodást, betegséget vagy halált okoz. Ugyanúgy, ahogyan az ember beszéde, a méreg, a fizikális méreg is megfertőzés elpusztítja az embert. Ezért írja azt, például beszélek 15, hogy a bölcsek nyelve beszél jó tudományt, a tudatlanok száján pedig bolondság buzok ki. Úgy, mint a rap zene maga, melynek célja a gúnyolódás, egymás felhergelése, illetve megbántása és insultálása. A nyelv szelítsége az életnek fája, az abban való hamisság pedig a léleknek a gyötreme. Ez tehát az a méreg, amit megtalál az utcán ez az ember, és azután elkezdi hallgatni, bejut az ő elméjébe, és károsodás, betegséget és halált fog okozni később. Az, hogy maga a CD borító törött, jelképezi azt, hogy ez a CD el van pusztulva már, de hogyha bejut az ember elméjébe a zene, akkor újra feltámad. Ezért van ráírva az, hogy feltámadás. Mint egy lappangó betegség vagy egy vírus, ami betokozódik és várja a megfelelő időpontot arra, hogy előtörhessen, amikor a körülmények adottak, és utána kifejtheti azt a hatást, amit általában szokott, ami az ő rendeltetése. A felirat a buszon egyébként DDOT Downtown, jelentése mindössze annyi, hogy belvárosi közlekedési osztály vagy valami ehhez hasonló. A pitagoraszi numerológiában azonban érdekes módon 18 a magáhangzó, 36 a máshangzó, összesen 54, melynek összege 999, és hogyha azt megfordítjuk, akkor 6, 6, 6, 6 ugyanúgy, ahogy a három magáhangzó, a 3 ó, 666. 18 természetesen 6, meg 6, meg 6, 6, 36 pedig 6x6. 6. De a 36 több okból is érdekes egyébként, természetesen a 36 az 6x6, Emellett, hogyha 1 36-ig összeadjuk az egész számokat, akkor annak az összege 666 lesz. Még annyit a számokról, hogy a busz rendszáma az egyébként 220627Y1, ugyanúgy, ahogy Eminem eredeti neve Marsa, vagy a második neve Bruce. Ekkor kezdődik el igazából a szöveg az egész zenében, és az egyén átalakulása is. Megtudhatjuk, hogy ez egy... De azoknak, akik ellen akarnak állni, a lázadóknak, az ellenállóknak, akik mérgesek, akik haragban vannak az egész világgal, akik úgy érzik, hogy ők nem tartoznak sehova. Sőt, azt mondja, hogy ez annyira alapvetően tartozik az emberhez, hogy benne van az egész mitokondriában. Hozzá tapadt ahhoz. Egyébként a mitokondria a sejtnek, az emberi sejtnek azon része, ami az energiát termeli a sejt számára, ez minden sejtben megtalálható rész elem. De ha visszamegyünk a méreghez, akkor az egy olyan anyag, ami az élő szervezettel érintkezve károsodás, betegséget vagy halált okoz, általában kémiai reakció útján vagy más molekuláris szintű tevékenységgel, ha belőle kellő mennyiség jut be az élőlénybe. Ez a zene bejut az emberbe, bejut az ember legbelsejébe, a legapróbb részletekig, egészen a sejtbe beleeszi magát, és ott változásokat fog előidézni az emberben, ugyanúgy, ahogyan azt egy méreg teszi, benne van az ember eszenciájában végül, és hozzá csatlakozik ahhoz. Paracelsus azt mondta egyébként, hogy minden dolog méreg, ha önmagában nem is az, csupán a mennyiség teszi, hogy egy anyag nem méreg amint az ember elkezdi hallgatni ezt a zenét, az kifejti az, a hatását az ember elméjén. Ez az, amit láthatunk itt a nyakán, hogy felkúszik ez a fekete anyag be az elméjébe az embernek, és elkezdi azt megváltoztatni, mert az a szemét, amit ő hallgat, az hatással van az elmére ugyanúgy, ahogy a minden inger hatással van a mi elménkre. És a kérdés csak az, hogy vajon a mennyisége megvan-e és akkor képes az embert megváltoztatni, károsítani, elpusztítani. Ez a hazugság, a világ pedig körbevesz minket, úgyhogy a mennyiséggel nincsen probléma. Az úgynevezett orvostudomány egyébként megkülönböztet kémiai mérgeket és biológiai mérgeket. A kémiai mérgek azok bőrön vagy bél falon át felszívódva fejtik ki hatásukat. Ami minket érdekel, azok sokkal inkább a biológiai mérgek. Ezek az úgynevezett toxinok. Melyek olyan mérgek, amelyek valamely természetes biológiai folyamat során jönnek létre. Ezen belül a venom az egy olyan toxin, amelyet szándékosan fecskendez be egy állat az áldozatába harapással, csípéssel vagy szúrással, azért, hogy kifejtse benne a mérgező hatást. Most már tudjuk, hogy ki az, akikhez szól Eminem Venom című száma tudjuk azt is, hogy mi a Venom, amelyet egy állat szándékosan bejuttat az áldozatába. Tudjuk, hogy ki az az állat, és hogy ki is az, akiről szó van, de hogyha eddig esetleg valaki nem ismert volna rá, akkor elmondja nekünk. Ugyanis a zene elindulásával úgy kezdődik a zene, hogy kop-kop, enged be az ördögöt és Eminem újra egyértelművé teszi, hogy ő kinek az oldalánál Ezek az emberek nem lázadók, vagy a rendszer ellen lázadnak, ezek az emberek a teremtő ellen lázadnak. Ilyen embereket keres az, aki ezt a zenét megalkotta. Ki az? Az ördög, az ellenség hásatán a régi kígyó. Kop-kop, engedd be az ördögöt, gonosz vagyok, mint amilyen mindig is voltam. Sőt, ezután arról beszél, hogy engedj be minket és halottnak kellene lenne már hosszú ideje. Az egyébként, hogy az elbetűt itt ilyen sokszor, és ráadásul kétszer egymás után, sőt azt mondja, hogy engedj be minket, ezzel utalást tesz egyértelműen légióra, arra a démon csoportra, akit az új szövetségben megismerhettünk. Ez egy érdekes történet, valószínűleg sokan ismerik, Márk ötös fejezet, és menének a tenger túlsó partjára a gadarénusok földére, és amint a hajóból kimegy azonnal, elébe megy egy ember a sírboltokból, akiben tisztátalan lélek volt, ez egyébként ez a kifejezés tisztátalan lélek, ez démon, akinek lakása a sírboltokban vala, és már láncokkal sem bírta őt senki lekötni. Ezért mondja azt, hogy már réges rége halottnak kellene lenne. Mert sokszor megkötözték őt békjókkal és láncokkal, de ő a láncokat szétszaggatta, és a békjókat összetörte, és senki sem tudta őt megfékezni. És éjjel és nappal mindig a hegyeken és a sírboltokban volt kiátozva és magát kövekkel vagdosva. A dalban egyébként nem leír különböző történeteket arról, hogy hogyan használt kábítószereket, mindenféle tudatmódosító anyagokat, néhány történetet ezzel kapcsolatban, és elmondja, hogy a világ gyűlölni fog engem, de már alig várom, hogy lesúj csak rájuk, amit itt mond az ugye a snare and the bass, ez a cimbalom és maga a, a, basszus hang, a dob, de a snare jelentése egyébként egy másik jelentése csapda, amivel törbe csalják az állatot. Aztán pedig figyelmeztet mindenkit, hogy jobb, hogyha az egész világ felkészül arra, hogy teljesen átitatódjon az én mérgemmel. Mikor meglátta azonban ez a karakter, a démon által megszállott a megváltót, odafutott, és leborult, és azt mondta, mi közöm neked hozzád, Jahussá, Magaságos Elohimnek fia? Elohimre kényszerítelek, ne kínozz engem? Mert azt mondja neki, eredj ki, tisztátalan lélek az emberből, és kérdezi tőle, mi a neved? És felele mondván, légió a nevem, mert sokan vagyunk. Ezért ismétli meg az elbetűt itt többször egymás után, és mondja azt, hogy engedj be minket, ugyanis többes számot használ, nem pedig egyes számot. Úgyhogy elmondja egyértelműen, hogy ki az, akitől a méreg származik, mi a célja, és hogy az egész világot meg fogja fertőzni ezzel. Sőt úgy tűnik egyébként, hogy ez történik ezzel a fiatalemberrel, aki a zene hatására átváltozik, és megszállják ezek a démonok, és többé már nem ura a saját testének, és a saját cselekedeteinek. Teljesen elváltozik, sőt a buszvezetőt is kidobja a buszba. És azzal egyébként, hogy hozzáér a buszvezetőhöz, és kidobja a buszból, ez a démon átmegy a buszvezetőbe. És ő az, aki tovább folytatja ezt az örjöngést. Úgy, ahogyan a méreg terjed az ember szervezetében, ez a korság, amit terjeszt az ellenség, terjed a társadalomban a különböző médiumok segítségével. Az emberek pedig terjesztik át ezt egymásra. Ez a koncepció egyébként egyáltalán nem új, ugyanis a Letaszítva vagy Fallen című film Denzel Washington és John Goodman főszereplésével pontosan ugyan erről szól. Ebben a filmben az az egy démon, aki emberből emberbe vándorolt azáltal, hogy az emberek hozzáértek egymáshoz érintéssel, tudott átvándorolni a másik emberbe, és azokat mindenféle gonoszság elkövetésére utána rábírta átvette az irányítás, pontosan úgy, ahogyan azt láthatjuk Eminem Venom című klipjében. De a Kör című történet ezt mondja el, ahogyan a tévéből kijön ez a karakter, ez az, ahogyan beleszivárognak az ember elméjébe a démonok, hiszen az, amit lát az ember, hal, az érzékszerveivel felvesz, bejut az elméjébe, és mint egy méreg károsodás, betegséget és halált okoz. Ráadásul ez tovább terjeszti utána a társadalomban. Pontosan, ahogy elmondták a Kör című filmben, a Letaszítva című filmben, vagy Eminem Venom klipében. Ez egy valós dolog, és elhitették velünk azt, hogy ez a birodalom nem létezik, úgy, mint a spirituális, és hogy ezek csak mitológiai vagy mesebeli történetek és alakok. Azonban a valóság az, hogy így terjednek. Ezért őrült meg a világ, hogy a technológia fejlődött. Ezt látják az emberek, beszivárog az elméjükbe, és utána így fognak élni. Egymást utánozzák, és ezzel, mint egy inkubátor a minden egyes ember ezeknek a démonoknak, amik pontosan ezt az életteret kedveli. Úgy, mint ahogyan egy betegség vagy egy vírus újra éled, amikor a megfelelő környezetbe kerül, vagy a megfelelő körülmények alakulnak ki. Ezek is pontosan ezt keresik. Az a méreg, ami terjed a társadalomban, az egyfajta nihilizmus, egy olyan felfogás, hogy semmi nem számít, csak az, ami most történik. Csak egy fizikális, testi élet létezik, egy materialista, hedonista életfelfogás. Ez pedig a legjobb táptalaj ezeknek a démonoknak, akik énekelnek a sztárokon keresztül, akiket látunk a filmekben, vagy a médiában, vagy a történelemben a refrénben után elmondja, hogy az, akibe bekerül ez a Venom, vagyis ez a méreg, az úgy fog viselkedni, ahogyan az, akitől származik ez a méreg. Arról beszél, hogy ő nem képes lelassítani soha, és bármelyik pillanatban összeroppanhat az elméje, és mindenkit meg akar szerezni magának. Teljesen mindegy, hogy öreg, fiatal, fekete, fehér, mindenkire veszélyes, és aki kapcsolatba kerül ezzel a méreggel, az gyakorlatilag átváltozik, és megőrül. És azzal, hogy ez a gyerek is így viselkedik, ezt a lázadást ültetik el a gyerekek fejében. Pontosan ez az, amiért úgy néz ki a világ, ahogyan kinéz. Mindenki azt gondolja, hogy ezek a dolgok nincsenek hatással az elméjére, az a rengeteg gyilkolás, ami a filmekben vagy a játékokban van, az erőszak, hogy állandóan a lázadónak kell szurkolnunk mindenhol, mindaz a hazugság, ami a politikából, a történelemből, a tudományból, Áramlik felénk, ez az egész beszivárog az emberbe, és úgy, mint egy méreg, az elmét aztán el fogja pusztítani, és mindenki olyan lesz, mint az átlag ember, az a droid, akinek fogalma sincs arról, hogy mi történik körülötte, de nem is érdekli. Legalábbis ez a célja annak, aki ezt a mérget kibocsátotta az emberiségre. Ez az, amikor átterjed a gyerekről a szülőre, ugyanez. A lélek, ez a démon, ami elindult abból a zenéből, így terjed a társadalmon végig, mint egy futó tűz. Ezért van az, hogy megőrültek az emberek, hogy úgy tűnik, hogy mindenki megbolondult, hogy fogalma sincs, hogy mi az, amit csinál. Legalábbis azok számára, akik viszont képben vannak és értik a világot. Az a rengeteg erőszak, ami az utcákon van, vagy az emberek életében, a háborúk, azok mind ennek a következménye ez az ember egyébként itt kiúrik az ablakon ennek a méregnek a hatására, és aztán itt megőrül. Mondja azt nekem valaki, hogy ez nem úgy néz ki, mint hogyha valakit megszáll egy démon, legalábbis akinek fogalma van arról, hogy milyen az. Megtudhatjuk, hogy amikor kifejti a hatását ez a méreg, akkor az ember olyan dolgokat cselekszik, amiket nem akar, vagy normális esetben nem tenne. Gyakorlatilag megőrül. Az ember gondolatai össze-vissza forognak vele, és olyan, mint egy háló, amiben bele Az ember elkapja ez az érzés, és a hatalmába kerítés nem tud belőle elszabadulni. Sőt, valószínűleg ennek a folyamatnak a végén, ugye itt azt láthatjuk, valószínűleg mind a ketten meghalunk, azt mondja. A jelenet, amit leír az egyébként az, ahogyan egy autóversenyben mondjuk egy autó hátramenetbe kapcsol és elindul a tömeggel szemben. Mind a kettő ember meghal, aki részt vesz a karambolban, de teljesen mindegy, ugyanis már nincsen tudatában ennek. Senki tulajdonképpen, ugyanis ez a méreg bejutott az ember elmébe. Ilyen ez a méreg, hogy elveszi az embereknek az eszét, és mindenki, aki részt vesz ebben, megbolondul, megőrül, és elveszti a kapcsolatot a valósággal. Mint ahogyan ez a karakter, vagy mindenki más, akit látottunk ebben a videóban. Azután megint elmondja, hogy ki is az, akiről szó van. Ez nem más, mint az ellenség maga, hásatán, az ördög. Nem véletlenül van mögötte ez az izzó, mutatván a hamis világosságot, ráadásul az a nyolc ágú csillag, amit ott láthatunk, az visszautal Istárra, akit az egész világ ünnepel húsvétkor. Végestelen végig ebben a klipben démoni megszállottságot tükröznek, és az az, amit be akarnak mutatni számunkra. Azért, mert elmondják, hiszen tudják, hogy már mindegy. Az emberiség túl van azon a ponton, amikor a nagy többsége meg van fertőzve ezzel a venommal, vagy ezzel a méreggel. Ezért viselkedik a legtöbb ember úgy, hogy teljesen váratlan néha, hogy mi is az, amit csinálok, mi is az, amit mondanak, hiszen elvesztették a, a kontrollt az elmék felett és a cselekedeteik felett. Ezek után pedig folytatódik tovább, és elmondja harmadjára is, hogy kop-kop, enged be az ördögöt, mint egy idegen, hiszen az idegenek, amit mi földön kívülinek ismerünk, az ufók, azok nem mások, mint démonok és azok az üzenet közvetítők vagy angyalok, akik elhagyták az eredeti élőhelyüket. Nem lehet megmondani, hogy mikor ér véget ez a folytó hatás, ami az emberiséget összeszorítja, mint egy kígyó, amikor az áldozatát összetekeri. Ez az ellenség az, aki beszél hozzánk. Elárulja azt is, hogy szimbiótává válnak. Szimbióta egyébként egy gyűjtő neve különböző képregény karaktereknek a szimbiózis maga két vagy több különböző faj egyedeinek szoros együttélése. A szimbiózisban mindkét fél előnyökhöz jut. Remélem most már érthető, hogy mi az, amiről beszélek mindvégig. Az angyalok, az úgynevezett angyalok, akik nem mások, mint a teremtő és az ember közötti közvetítő lények, kapcsolatba léptek az emberekkel, és a kezdetektől fogva együtt dolgoznak azokkal, akik uralják és irányítják ezt a világot, hogy elpusztítsák az emberiséget és a föld fölött hatalmat kapjana. Ezért mondja azt, hogy egy kölcsönösen hasznos együttélés az, amiről szó van. Egy szimbiózis, együtt él ez a kettő. És a mérge, egyébként arról beszél, hogy a méreg foga az ember torkában van, és megharapott ez a kígyó, a méreg pedig bejutott a szervezetedbe több szinten üzente át nekünk. Visszautal erre a kapcsolatra, de egyébként utal arra is, ahogyan ő a világot uralja, a mérgét bejutatja az emberek elméjébe, aztán azok terjesztik egymás között, így érti azt, hogy szimbiózis, kölcsönös együttélés, az ő mérge az, az a szellemiség, amit ő képvisel, tovább él az emberben. Az embernek ez nem lesz jó, de neki mindenképpen. Közben az önpusztítás egyébként elég hevesen megjelenik magában a zenében és a szövegekben. Kábítószer, alkohol, az erköstlenül életforma úgy általában véve az ember pusztítása az, amiről beszél. Sőt, azt mondja, hogy ezek után a pusztítás után várok arra, hogy szembenézzek azokkal a démonokkal, amelyekkel össze vagyok kötve. A káros szenvedélyek amikor a szó volt korábban, azok azok, amik vonzák ezeket a démonokat, hiszen az önpusztítás a cél, az ember elpusztítása, a hedonizmus. Test nélküli lények kielégíthetetlen vágyakkal, ezért mondja, hogy hozzá vagyok ezekhez kötve, össze vagyunk kapcsolódva, mint egy szimbiózisként együtt élünk üldöznek engem, és én a részed vagyok. Mindenki egybe kapcsolódik, ezeknek szükségük van testre, az emberek pedig gyanútlanul belesétálnak ebbe a csapdába. Lehetetlen elmenekülni előlem, és úgy hozzá tapadok, mint egy parazita. Valószínűleg én voltam az, aki tönkretettem a szüleid életét, sőt a te gyerekkorodat is. Mert én vagyok az a zene, amin felnőttél. Én vagyok a felelős azért, hogy te egy ilyen elmebeteg vagy. Én vagyok az a gonosz, aki elvette a szüleidnek az eszét. Szóval hívj engem egyszerűen csak Venomna. Érthető már akkor, hogy mi az a szimbiózis, amiről ő énekel? Hogy mi az a Venom, amiről szó van? És mi az az átalakulás, amit láthatunk mindvégig ebben a klipben? A kígyó az, az ellenség, hasatán, aki hozzánk szól személyesen, eminemen keresztül. Elmondja, hogy az ő démonai azok, akikkel össze van láncolva ő, és akikkel össze vagyunk láncolva mi. Az életünk így összefonódik velük. Figyelmeztet minket tulajdonképpen, és elmondja, hiszen tudja, hogy már mindegy. A büszkesége az, ami leleplezi azok számára, akiknek értelme van. Tisztában van azzal, hogy lesznek emberek, akik megértik az igazságot, és azok számára ő lelepleződik mindig. De nem érdekli, hiszen tudja, hogy a többség úgy sem fog hinni ezeknek soha. A többséget megfertőzte ez a méreg, elmondja azt is, hogy a gyermek korától az embert megfertőzi, hiszen a szüleit is megfertőzte, a zenén keresztül, és egy önpusztító élet ennek az eredménye. Hiszen a Venom az egy olyan toxin, melyet szándékosan fecskendez be egy állat az áldozatába harapással, csípéssel vagy szúrással, azért, hogy kifejtse benne a mérgező hatást. A méreg maga, ez a venom pedig az élő szervezete, érintkezve abban károsodást, betegséget vagy halált okoz, akár molekuláris szintű tevékenységgel, ha belőle kellő mennyiség jut az élőlénybe. Az írások figyelmeztettek erre az időszakra 2000 évvel ezelőtt. Jelenések könyve 12. fejezet erről szól. A 9-es versben ezt olvashatjuk. És vetteték a nagy sárkány, a régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és hasatánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti vetteték a földre, és az ő angyalai ővele levettetének. Ha valaki nem hisz az írásoknak, akkor az hát, ha hisz Eminemnek de ha nem hisz Eminemnek se, akkor nézze meg, hiszen a klipben kiderül az is, hogy ki volt az, aki a háttérből mindvégig irányította az eseményeket. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halluja és shalom!